Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható március hónapban az oroszlán jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál, különösen ami a párkapcsolatot illeti. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden esetben 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint, ahol összehasonlítom a horoszkópotokat. Itt látható az oroszlán jegyének a szimbóluma. Az oroszlán jegye az a tűz eleméhez tartozik, az jelenti a mozgást, a bátorságot, a lelkesedést, a szenvedélyeket. Az oroszlán jegyében születetteknél fontos az, hogy tudják, hogy legyen meg ez az önbizalom, hogy ők állnak a középpontban. Ez azért van így, mert az oroszlán jegye felett a nap uralkodik, és a nap az a mi naprendszerünk központja, és az ő életükben ők állnak a középpontban. Érdekes az is, hogy van egy holdház, Magha holdház, ami felett Regulus csillag uralkodik, és ez a Magha holdház az oroszlán jegyében van. És Regulus, ez a királyi csillag, az nem más, mint az oroszlánnak a szíve. Tehát mindig oda kell figyelni ilyen szívügyi dolgokra. Én ezt úgy szoktam mondani, a szív az olyan, mint egy kincses láda, és abban minden benne van, amit mi szeretünk, amit mi kedvelünk. Itt szerelmi jóslásról van szó, ez a hölgy téged szimbolizál, ha te egy hölgy vagy, a férfi persze a férfiakat, de lehet a te lelki társad is. Mi fűz össze benneteket? Ezt mutatja ez a virág kártya, amit a férjem készített. Persze segítettem neki, mert én mondtam, hogy melyik virág mit jelent. Tehát együtt csináltuk ezt a kártyát, és most kijött ez a tavi rózsa, ami utal a szenvedélyekre, az jól illik tulajdonképpen a tűz eleméhez. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák a hölgyeknél először. Itt ez a szikla jelentheti az ő hideg-rideg tartását. És itt ez a kislány gyűjtögeti a tojásokat. Tehát itt vannak bizonyos helyzetek, ahol ti tanultok valamit, hiszen gyűjtitek ezeket a tapasztalatokat. Ebben a helyzetben, ahogy most így hozzád áll, és lesznek tapasztalatok, megváltozik a hozzáállása. Ez a szikla jelenti a téli hónapokat is. A téli hónapban voltak korlátozások, nehézségek, problémák, lehet, hogy volt egy fal kettőtök között, vagy jelentheti az ő hideg-rideg tartását is. Ezek tapasztalatok voltak minden esetre részéről, és most megváltozik a külseje, megváltozik a hozzáállása, magabiztos, mint egy király, tehát passzol az oroszlán jegyéhez, és másképp fog viszonyulni hozzád. És én úgy látom itt, hogy ezek a nehézségek elmúlnak, és ez a kislány jelentheti a gyermekeket is, de jelent egy új kezdetet, vagy a fiatalos kisugárzás, vagy az ártatlanságot. Megváltozik az ő hozzáállása. És most megnézzük az ő kártyáit.
Nagyon-nagyon érdekesnek tartom a kártyákat, hiszen ő elvárja azt, hogy te közeledj hozzá. De nem kell megtenned, hiszen ha nem jelentkezel nála, majd ő itt lesz előtted, tehát ő saját maga akarata szerint dönt, és visszatér hozzád. Itt ez a cica, ez jelentheti a házi állatokat is, de a te személyiségedet is, hogy ő úgy gondolja, hogy részedről minden úgy kell, hogy legyen, ahogy te ezt a fejedbe vetted. És ő neki tetszik ez a hozzáállás, neki tetszik a viselkedésed, hiszen ez úgy érdekessé tesz téged, akkor is, ha néha úgy érzi, hogy olyan szűkös helyzetben van, mert nála ez egy problémát vált ki. Elvárja azt, hogy te közeledj, hogy kimondd az érzelmeidet, hogy alkalmazkodj hozzá. De ha úgy teszed, ahogy ő akarja, akkor unalmas vagy neki. Akkor te érzed magad ebben a toronyban, hiszen ez a kártya tulajdonképpen a tornyot szimbolizálja. Persze lehet egy nagy épület is, hogy itt valami kibővül, megnagyobbodik, vagy lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, amit neki még rendeznie kell. De ami kettőtöket illet, akkor ez a kép, ami a tornyot szimbolizálja, azt jelenti, hogy úgy fogva érzi magát. Egyrészt azt akarja elérni, hogy te alkalmazkodj hozzá, lehet, hogy ezt ki is mondja, és úgy közli veled, hogy te más vagy, hiszen olyan a fellépésed, mint a cicának tulajdonképpen a tartása, hogy egy cica is úgy viselkedik, ahogy akar. Nem tudod megnevelni, mert megvan a saját akarata, és ő úgy gondolja, hogy ilyen a viselkedésed, ha megváltozol, és próbálsz a kedvében járni, akkor az sem tetszik neki, hanem inkább légy olyan, amilyen vagy, nem kell megváltozni, mert neki kell alkalmazkodni a helyzethez, ha meg akar tartani téged. Változik akkor a hozzáállása, az itt látható. Sőt, látható ezen a képen a nagy lelkűsége, és majd segít neked. És a múlt, ahol ő olyan hideg-rideg volt, az elmúlik. De nem kell félned attól, hogy visszahúzódik, vagy elveszíted őt, akkor nyersz ebben a helyzetben, ha olyan vagy, amilyen vagy. Neked nem kell megváltoznod, majd ő változik itt meg. És ez volt a havi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, a kommentárba leírhatod a véleményedet, vagy meglátogathatsz a Facebook oldalon, Dendera Medici vagy, Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maya kalendáriumról. És én kívánok nektek egy csodálatos március hónapot, nagyon sok szeretettel, Dendera!